A feldolgozott mennyiség az évről évre az évjárattól függően változik, tehát van, amikor egy kicsit több, egy kicsit kevesebb, változik attól, hogy milyen a termés. A eladás még sajnos mindig a fesztiválokon és turizmus keretein belül az ide érkező turistáknak borkóstoló, borkóstoló után, illetve ezzel a novápostán keresztül ugye futárszolgálattal szállítunk közvetlen a vevőkhöz. Bort ugye még a borkereskedőkhöz, vagy bármilyen kereskedelembe, szupermarketbe, bár szupermarketbe nem is szeretnénk kerülni, de ide még mindig nem tudtuk a törvényi feltételeket teljesíteni. Sajnos az új bortörvénynek még csak kirajzolódaóban vannak a feltételei, nem tudjuk, hogy mennyire fog ez sikerülni a kárpátaljai kisborászatoknak ezeket is teljesíteni. Vannak benne olyan feltételek, ami kicsit nehezen értelmezhetőek, például, hogy lakott területhez közelében nem lehet szőlőt feldolgozni, mert nagyon veszélyes anyagokat használnak a borfeldolgozásnál. Hát ez nagyon értetlenül állunk, mert semmilyen olyan anyagot nem használunk igazából a borászatban, ami egészségre káros lenne. Ugye a, a képződő Gázok azok igen veszélyesek ugye az érjedés során, de ez nem, nem jelent olyan problémát, hogy bárkinek az egészségét ezt veszélyeztetnénk.